Rákkeltő szennyeződés miatt a gyógyszerhatóság 27 valzartán hatóanyagú gyógyszert vont ki a piacról. A betegeknek azt javasolják, hogy aki az érintett termékek valamelyikét szedte, egyelőre ne hagyja abba a terápiát, de egy hónapon belül konzultáljon az orvosával a készítményváltásról. Az ügyről Peták István kutatóorvossal beszélgetünk. Onkológus és kutató, és jó estét! Tegnap Bangóné, az MSZP képviselője, feldúltan és érthető indulatokkal fogalmazva több dolgot is számon kért a kormányzaton. Például a tehetetlenséget és a lassú döntéseket, a lassú döntési mechanizmusokat, meg az, hogy ezek a gyógyszerek hogy maradhatnak még emberek kezeügyében, és hogy tanácsolhatják nekik azt, hogy még szedjék be, ameddig nem lesz kiváltó gyógyszer, mert állítólag hiánycikkek a kiváltó gyógyszerek. Miközben az állítások szerint ez a gyógyszer olyan rákkeltő anyagot tartalmaz, amelyet állatkísérletekre szoktak használni, pontosan azért, hogy a rák megbetegedést, a daganatos megbetegedést az állatban előidézzék. Arra gondoltam, hogy ezt beszéljük meg szakemberrel is, mert ez így hajmeresztő és döbbenetes, elképesztő és hihetetlen, de lehet, hogy ön számára nem, de legalább tudja az igazságot. Mi az igazság erről a dologról? Azzal szeretném kezdeni, hogy rákutató vagyok, orvos, tehát a daganatok keletkezésével, ezeknek a molekuláris okaival foglalkozom. Nem vagyok klinikai onkológus, csak hogy ezt a részét szerettem volna tisztázni, de minden esetre mi magunk is a rákutató intézetben használunk ilyen anyagokat, hogy állatkísérletes modelleket hozzunk létre, amin aztán később a daganat ellenes gyógyszereket tudjuk tesztelni. Én rögtön szeretném megnyugtatni azért részben a hallgatókat, mert itt arról van szó, hogy egy bizonyos hatóanyag, vérnyomás csökkentő szer hatóanyag a gyártása során került be egy nagyon kis mennyiségű szennyeződés egy adott batchbe vagy lotba, tehát egyrészt ugye ez a gyógyszereknek egy kis részét érinti, és nem is minden készítményben van benne ez a szennyeződés. Azt is fontos tudnunk, hogy ez a konkrét anyag, ami bekerült a gyógyszerbe, ez egy ismert anyag, az WHO besorolása szerint egy lehetséges rákokozó, de még konkrétan embereken nem bizonyított, hogy daganatot okoz. Minden esetre nem örülünk neki, hogy benne van, de ennek a mennyisége nagyon kicsi, és sokkal kevesebb, mint amennyi egyébként ér minket, akár dohányfüstből, hasonló anyagok vannak a dohányfüstben, ilyen nitrózohaminok, illetve például egész triviálisan a úgynevezett processzált húsok, tehát a tartósított élelmiszerek esetében, amiben nitriteket raknak, azokból is keletkeznek ilyen anyagok, például a szalonnában sajnos nagy mennyiségben található ilyen anyag. És csak azért mondom el, hogy valamilyen szinten kontextusban helyezzük. Hogy tehát ha a szalonnára azt gondoljuk, hogy ez önmagában nem rákkeltő, bár van benne ilyen, akkor gondolhatjuk a gyógyszerre is, hogy bár van benne ilyen, de nem okoz gondot? Ugye a gyógyszerek gyártásakor nagyon szigorú szabályok vannak, és elfogadhatatlan, hogy bármennyi is legyen benne, mert ez egy olyan dolog, ami elkerülhető. Tehát az emberi technológia, a gyógyszergyártás technológiája annak olyannak kell lennie, hogy ne kerüljön be. Ugye a környezetünkben nagyon sok olyan rákkeltő anyag ér minket, amit nem tudunk teljesen elkerülni, és ezekkel együtt élünk. Ezt csak azért mondtam ezt a példát, hogy amikor arról, hogy azért én magam nem gondolom azt, hogy bárkiben most föl kell, hogy merüljön, hogy emiatt kimutatható vagy bizonyítható lenne, hogy valaki ezért lesz most daganatos beteg, mert ezeket a gyógyszereket szedte, hiszen az expozíció, tehát a mennyiség az eltörpül amellett, amennyi rákkeltő hatás minket egyébként ugye ér. Elvben ebből nagy dózist nem kap az ember az orvosától. Tehát azt szokták mondani, hogy ugye vérnyomás csökkentő gyógyszerek ezek javarészt, talán teljesen kizárólag azok. Tehát, hogy háromszor egy szem, vagy lefekvés előtt egy. Tehát, hogy ez nem olyan a kettesével szedjük egy életen keresztül, és hihetetlen dózist viszünk be, és ki tudja, mi van benne. Így van, tehát az állatkísérletes körülmények között ennek a több ezerszeresét használjuk az egereken, tehát hogy amikor rákot akarunk... Tényleg rákot okoz?
Igen, tehát ez az szóval az ennek ez a tulajdonság. Nem a vérnyomás csökkentőnek, hanem a benne lévő, igen. Ez fontos elkülöníteni. Tehát igen, nagyon nagy dózisban egereken tud daganatot okozni. Ugye szerencsére embereknél ezt nem vizsgálta senki, vagy nincs erre tapasztalatunk. Mindenesetre olyan anyagok, mint a dohányfüst, mint amit említettem, a tartósított élelmiszereket, viszont amikhez hasonló anyagokat tartalmaznak, ugyanakkor a WHO nagyon veszélyesnek minősítette. Pár évvel ezelőtt ez nagyon nagy média figyelmet is kapott, hogy a vörös húsokat is unblock, igen, potenciálisan rákkeltő kategóriába helyezte, de a tartósított húskészítményeket viszont egyértelműen. Most ehhez képest ezeket vesszük és esszük. És ezeket közben esszük. Én csak ezt szerettem volna elmondani, hogy nagyon fontos ezzel foglalkoznunk, csak lássuk a fától az erdőt, tehát hogy van egy sokkal súlyosabb probléma, ami az, hogy minden harmadik beteg ember daganatos betegséget kap, és minden negyedik abban hal meg, és hogy ebben nagyon fontos szerepet játszanak azok az anyagok, amik közvetlenül DNS hibákat okoznak. Ön például kutatóként, aki képben van, mitől fél? Milyen dolgoktól tartja magát távol nagyon tudatosan, mondván, hogy ez káros? És erről lehet tudni, hogy ez káros? Például sikerült leszoknom a dohányzásról. Emiatt? Emiatt. Túl sok példát látott? Igen, tehát amikor a patológiai intézetben ugye részt vettünk az elhunyt betegek boncolásán, ugye ez egy nagyon furcsa érzés volt, hogy ugyanakkor én pedig dohányzom, de ez egy tudatos döntés volt, hogy ezt választottam, hogy ezt a rizikót majd csökkentem. Ez 2000. augusztus 1-én volt, még a dátumra is emlékszem. Most már tudjuk egyébként, hogy genetikai oka van annak, hogy valaki könnyen függővé válik a dohányzásra. Tehát ez is egy olyan, amit a hajlamot örököljük a függőségre. De az ember képes mégis leszokni, ha tudatosan ezt választja. A másik az, hogy a mozgás az döbbenetesen csökkenti a kockázatot. Napi fél óra, én minden reggel próbálok legalább fél órát egy kicsit futni, illetve ennek ellenére 45 éves koromban elmentem vastagbélrák tükrözésre. A hivatalos ajánlás az 50 év, de azt szoktam mondani, hogy én nem bírtam idegekkel, úgy is lehet fogalmazni. Úgy gondoltam, hogy 45 év után már elkezd azért emelkedni a kockázat, és ez egy olyan, például a vastagbélrák egy olyan daganatfajta, amit teljesen, majdnem teljesen ki lehet küszöbölni szűréssel. Tehát legalább azokat a daganat típusokat szűrjük ki, vagy előzzük meg, amit lehet. Nem lehet az összeset. Azt is tudjuk, hogy ezek a daganatok fele spontán génhibák miatt jönnek létre. Tehát bármit is teszünk, ez elő fog fordulni a szervezetünkben, akármennyire is óvjuk magunkat. Se szalonna, se vérnyomás csökkentő gyógyszer, ami káros, se dohányzás. És mégis. Hát a mostani számítások szerint felére lehetne csökkenteni a kockázatunkat, ami nem kevés, tehát ugye erre szoktam azt a példát mondani, hogy nem mindegy, hogy egy golyóval vagy két golyóval játszunk az orosz rulettet, hogyha minden nap meg kellene húznunk egy ilyen pisztolyt, tehát nem mindegy az, hogy mekkora kockázatunk, de azért tudnunk kell, hogy hiába élünk egészségesen, azért nagyon fontos szűrésre elmennünk, hogy még korai stádiumban ki lehessen mutatni a daganatot, illetve azért van szükség azért mégiscsak a gyógyszerkutatásra, a rákutatás területén, mert tudjuk, hogy teljesen nem lehet megelőzni. Hát, ha már ezt most mondja, ugye ez a gyógyszer, ez most az a gyógyszer, amitől óvakodjanak azok, akiknek ezt a gyógyszert felírták. De mégis szedjék addig, ameddig az orvosuk, a saját házi orvosuk, ugye erről szólnak a hivatalos közlések is, nem ír helyette másikat. Így van, tehát mindenképpen én is ezt olvastam. Tehát többet árt, ha abba hagyják, mert megijednek, mint ha szedik, van, mert ez nem magas vérnyomás betegek, vagy szenvedő betegek szedjék tovább, amíg nem jutnak el a házi orvosukhoz, aki lecserél egy másik hasonló hatóanyagú készítménybe, mert maga az anyag, amiről itt a hírek szólnak, ami elméletileg rákkeltő lehet, annak a kockázata elenyészik egyébként az alapbetegség kockázatát. Augusztusban egyébként ráadásul a patikákban visszaviszik két doboznyi gyógyszerüket, akkor azt még vénybemutatásra, meg mindenfajta papír nélkül is visszaváltják, és a pénzt visszafizetik.
még egy dolog a gyógyszerrel kapcsolatban, a rákkutatás. Hát ön rákkutató, nem állom meg, már erről nem régen beszélgettünk itt 2 hónapja talán. Lesz gyógyszer minden rákbetegség gyógyítására? Én azt gondolom, hogy szisztematikusan haladunk, és ezeket a bizonyos génhibákat, amiket például ezek a környezeti hatások okoznak, ezekre a génhibák olyan géneket aktiválnak, amik a daganat kialakulását vezérlik. És erre egyre több célzott gyógyszerünk van, és ez most már kb. Tudjuk, hogy kb. 600 ilyen célpont van, és sorba haladunk, és vannak olyan molekuláris célpontok, amikre már olyan hatékony célzott gyógyszerünk van, hogy évekre tünetmentessé tehetők a betegek, és egyre tovább. Én azt gondolom, hogy hogyha így fejlődik tovább az orvostudomány, akkor 1-2 évtizeden belül a betegek többségének lesz hatékony célzott kezelés. Ezt abból gondolom, hogy az emberiség történetében soha nem látott fejlődés van. Tehát korábban 10-20 új gyógyszert fejlesztettünk ki egy évtized alatt, most 2010 és 15 között 47 új gyógyszer került törzskönyvezésre, és meg lesz minden számítás szerint az évtized végére 100 új gyógyszer. Tehát, hogyha erre gondolunk, és azt látjuk, hogy kb. 600 olyan gén van, aminek a hibája daganatot okozhat, akkor könnyen látható, hogyha ez a gyógyszerfejlesztési ütem folytatódik, akkor meg lesz a gyógyszer. Inkább az lesz a nagyon bonyolult feladat, hogy hogyan választjuk ki, hogy melyik betegnek melyik gyógyszert kell kapnia. Tehát nem lesz egy gyógyszer, de azt gondolom, hogy lesz az a metodika, amit precíziós onkológiának hívunk, az előbb-utóbb eljut oda, hogy a betegek többségének lesz hatékony kezelés. Jó hírekkel mindig várjuk, és tudományos magyarázatokkal is. Köszönöm szépen ezt a mostanit is. Köszönöm.